kórházi ellátást igénylő töréses sérüléseket szenvedett annak az autónak az egyik utasa, amely csütörtök este a brit uralkodó férjének járművével ütközött össze. A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az edinburghi herceg kocsijával ütköző autóban egy csecsemő is utazott, de neki nem történt baja. Az idén 98 esztendős Fülöp herceget a királyi család kelet-angliai téli rezidenciája, Sandringham közelében érte baleset, amikor Land Rover terepjárójával a helyi főútra próbált kihajtani, és eközben összeütközött egy kívül személyi autóval. A herceg maga vezette a Land Rovert, amely felborult. Második Erzsébet királynő férjét a helyszínre érkező többi autó segítette ki az oldalára dőlt kocsiból. A területileg illetékes Norfolk megyei rendőrség pénteki tájékoztatójában megerősítette, hogy Fülöpnek nem esett baja, de a másik kocsi egyik utasának, egy 45 éves nőnek eltört a csuklója, a Kiát vezető 28 éves nő a térdén szenvedett vágásos sérüléseket. Az első hírek arról szóltak, hogy a herceg kocsijával ütköző jármű utasai könnyebben sérültek meg, és a helyszínen ellátták őket. A pénteki rendőrségi tájékoztatás szerint azonban mindkettőjüket a közeli Kingeslin városának kórházába szállították, ahonnan ellátásuk után hazaengedték őket. A Norfolki rendőrség beszámolója szerint a személyi autóban utazott egy 9 hónapos kisfiú is, ő azonban nem sérült meg. A rendőrség közölte, hogy a két autó vezetőjét, így Fülöp herceget is alkoholtesztnek vetették alá, de a szonda mindkét esetben negatív eredményt mutatott. A rendőrségi közlemény szerint a baleset körülményeit a személyi sérüléssel járó közúti balesetekre vonatkozó szabályok alapján vizsgálják, és a hatóság meghozza a vizsgálati eredménynek megfelelő intézkedést. Fülöp herceg nem szorult kórházi ellátásra, a baleset után visszavitték Sandringham kastélyába. Itt elővigyázatosságból rövid orvosi vizsgálatnak vetették alá, de az udvar szerint nem szenvedett sérülést. Fülöp és felesége, az idén 93 esztendős második. Erzsébet királynő is rendszeresen maga vezeti autóját, ha vidéken tartózkodnak és nem hivatalos programra tartanak. Mindkettőjüket rendszeresen lehet látni járművezetés közben a Londonon kívüli királyi rezidenciák Windsor, Sandringham, Balmoral környékén. Amikor Barack Obama volt amerikai elnök és felesége 2016 áprilisában, Obama hivatalos londoni látogatása során felkereste a királynőt és férjét a Windsori királyi rezidencián. A parkban leszálló helikoptertől a kastélyig vezető úton az akkor 95 esztendős Fülöp vezette az uralkodót és az elnöki házaspárt szállító autót. Edmund King, a legnagyobb brit autóklub, az a vezérigazgatója a BBC televíziónak nyilatkozva pénteken kijelentette, Fülöp balesete is mutatja, hogy ideje lenne legalább a 70 évnél idősebb járművezetők esetében személyzeti vizsgálathoz kötni a vezetői engedély meghosszabbítását.
Nagy-Britanniában jelenleg nem kötelező az orvosi vizsgálat a jogosítvány megszerzéséhez, de a törvények alapján a járművezetők büntető eljárás terhe mellett kötelesek értesíteni a közlekedésrendészetet, ha egészségi állapotukban például látásélességükben olyan változás történt, amely érintheti a közlekedés biztonságot. Az A vezetője szerint mindazonáltal nem helyén valók azok a vélekedések, hogy korlátozni kellene az idős emberek járművezetési jogait, mert a statisztikák éppen azt mutatják, hogy a fiatalok, főleg azok, akik frissen szerezték jogosítványukat, sokkal nagyobb eséllyel okoznak balesetet, mint a rutinos és megfontolt öreg autósok. A helyi tanács pénteken bejelentette, az eddigi óránkénti 60 mérföldről 50 mérföldre 96 kilométerről 80 kilométerre csökkenti az érintett útszakaszon a sebességkorlátozást és sebességmérő kamerákat is felszerel a környéken.